Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, most is egy aktualitáshoz kapcsolnám a hittanóránkat, hiszen a ránk következő vasárnap, missziós vasárnap, ami most abban különbözik a egyébként évenként visszatérő missziós vasárnaptól, hogy ezt a hónapot Ferenc pápa rendkívüli missziós hónapnak nevezte ki, abból az alkalomból, hogy 100 éve, hogy a 15. Benedek pápa kiadta a Maximum Illud kezdetű misszióval kapcsolatos körlevelét, és a hitterjesztési kongregáció, a Propaganda Fidei, az elindította a misszióknak az ügyét. Úgyhogy fölállított olyan iskolát, amely a helyi papság képzésére odafigyelt, mert annak előtte mindig mentek a missziósok, és azt mondták, hogy az a fontos, hogy a helyi papság képeződjék ki, mert azt tud igazában szót érteni a saját népével. És hát egy ilyen missziós műveket is létesítettek. Körülbelül 3 héttel ezelőtt volt a Szent István Bazilikában a pápai missziós műveknek egy ilyen jubileuma, mert 100 éves ez az intézmény, ami Magyarországon is volt a háború előtt, majd pedig újra alakult a rendszerváltás után. És hát mi az oka annak, hogy az a parancs, ami gyakorlatilag Jézus mennyben menételétől érvényben van, hogy menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot, az egy ilyen formát töltött 100 évvel ezelőtt, hogy külön körlevéllel és külön intézményesített módon próbálják a misszió ügyét szolgálni. Az első világháború kegyetlen trauma volt, nem csak Európában, hanem ott, ahol harcok voltak, és az világossá vált, hogy hagyományos értelembe vett keresztény államok nincsenek többé. Lehet, hogy viselik a címet, hogy legkeresztényibb király, meg hasonló, meg egy Ferenc József is beleszólhatott még a követei által a pápa választásba, de ez már rég nem keresztény állam, hanem politika, ami csúfos kudarcot vallott az első világháborúban, amit szemünkre is vetnek például az ázsiai népek, hogy ti keresztény országok egymás ellen harcoltatok, és szörnyű pusztulást hoztatok Európára. És hát az is látszott, hogy a missziók valamiképpen azokon a helyeken, ahol a világhatalmaknak gyarmat birodalma volt, óhatatlanul is kapcsolódtak a gyarmatosító hatalomhoz. Ugyanis akár a belgáknak, hollandoknak, franciáknak, angoloknak hatalmas gyarmat birodalmán, mert az első világháborúig még mind megvolt, a missziósokat az állam kicsit úgy tartotta, hogy az ő kultúrájukat terjeszti. Tehát nem pusztán a kereszténység életvitelét, hanem azt a kultúrát. Ennél fogva, ott, ahol a francia impérium volt például Észak-Afrikában, mind a mai napig a francia nyelv, ugye
bevett nyelv, amit szinte mindenki tud. Vagy ahol az angolok voltak, ott az angol nyelv lett azzá. Volt ahol a spanyol nyelv. Kétségtelen, hogy ezzel nyertek a gyarmat birodalom népei, mert belekerültek egy vérkeringésbe, de aztán azt tapasztalták, hogy azzal a kultúrával, ami az övék volt, azzal föl kellett hagyniuk, hogy átvegyenek egy újfajta életstílust. És ezért úgy tekintettek a misszionáriusokra is, minthogyha ezeket a gyarmatosítókat kiszolgálták volna, holott nem ez volt a szándékuk. És hát ekkor mondja 15. Benedek pápa, hogy nekünk a szó igazi értelmében az egyetemességet és a katolicitást kell közvetítenünk, ami fölött áll a nemzeteknek. Nem mondjuk azt, hogy nem fontos a nemzet, mindenképpen fontos számunkra, de ugyanakkor a hithirdetés nem ragadhat le egy államnál, egy nemzetnél, mert óhatatlanul a nacionalizmusok feszültséget okoznak ezekben a népekben. Már az is gondot jelent, hogy a keresztények ilyen megosztott formába mentek a különböző gyarmat birodalmakra, és azt mondták ezek az ott lakó benszülöttek, most mondjátok meg, melyik az igazi. A katolikus vagy a protestánsoknak melyik ága. És vele egy időben 15. Benedek pápa lépéseket tett az unió irányába. Tehát az anglikánokkal, a keleti kongregáció felállításával, a ortodoxok irányába, hogy legyen egy egység közöttünk. És hát ugye ez a missziós újraszerveződés hozott azért csodálatos szép eredményeket. Kalocsa e tekintetben jelesen vizsgázott, hiszen kisváros volt abban az időben is, és ugyanakkor mind a jezsuiták, mind a kalocsai iskola nővérek Kínába sokan mentek, hogy misszionárisok legyenek, a úgynevezett Tamingi misszióba. És ez utána volt, ugye a pápai körlevél után, mi igazán elmondhattuk azt, hogy nekünk semmi gyarmatosító szándékunk nem lehetett, mert soha nem volt gyarmatunk. Nem voltunk akkor se nagy nemzet, amikor megvolt a Nagy Magyarország, a többihez viszonyítottan, tehát tényleg önzetlenül mentek a misszionárisok. És nagyon sokan, magyar földről is, a második világháború után körülbelül 900 misszionárius dolgozott a világ valamelyik táján. 900. Legyen az jezsuita, vagy más rendből való, akik kimentek. Később aztán, ugye, amikor megtörtént a szerzetes rendeknek a betiltása, akik ki tudtak szökni, vagy főként 56-tal újabb erő mentek ki külföldre, és hát részben a bencések, részben a ciszterek, még egyetemeket is, vagy a jezsuiták Japánba is létesítettek. Van ugye magyar ciszter egyetem volt, vagy bencés nagy iskola São Paulóba. Tehát ez a kis ország nagyon sok misszionáriust küldött abban az időben. De aztán ez úgy ellanyult, nem csak azért, mert nem volt utánpótlás, hanem egy olyan szemlélet alakult ki, hogy hát ha mindenki üdvözülhet, ugye a II. Vatikáni zsinat azt mondja, hogy akik saját hibájukon kívül nem jutottak el a keresztény igazságaira, azok a lelkiismeretüket követik, akkor üdvözülhetnek. És akkor azt mondták, hát ez így van,
akkor hát nem kénytelen különösebb erőfeszítéseket tenni, és ráadásul akkor még az is új szempontként merül föl, hogy hát meg kell őrizni a régiek kultúráját, és hát különösen a 2000. év tájékán jött elő, hogy például Dél-Amerikában vagy Észak-Amerikában kezdték benyújtani a számlát, hogy milyen nagy pusztítást csináltunk az ő ősi kultúrájukban, így mondják ezt így szakszóval, hogy a prekolumbán, a Kolumbusz előtti kornak a kultúráját mi tönkretettük, mondták vádként. Ez azonban nem így van, mert talán ők magukat is tönkretették volna, hiszen olyan kegyetlen vallásossága volt aztékoknak, meg a többi ott lakó népeknek, hogy az ember áldozatok százezreit tették évente, tehát az önmagában már egy nagy pusztítás volt. És hát azért ott látszott meg, hogy ők mennyire igyekeztek az ő gondolkodásukat átvenni, függetlenül, hogy nem ismerték ezt a szót, hogy inkulturáció. A jezsuitáknak éppen ez lett a tragédiája, hogy elmentek Kínába, és nagyon jól állt a kínai misszió Matteo Ricciékkel az élen. Erről egyébként Csiszabó Lászlónak, a külföldön emigrációban élő írónak van egy nagyszerű novellája, inkább lehetne azt mondani, hogy esszéje, mert történeti alapokon írta, megmondta vatikáni levéltári kutatások alapján, Isten a nagy órásmester, hogy bejut van olyan jezsuita, bejut a császári udvarba, viszi az órát, de ilyen jó értelembe vett hókusz-pókusszal kell mindig fölhúzni az órát, hogy mindig behívják őt, mert ha megtanította volna őket, hogy ezt fölhúzod, akkor nem kellett volna neki bemenni. De mindig bement, és a császárnak beszélt a kereszténységről, Jézus Krisztusról. A domonkosok ugye rivalizáltak velük, följelentették őket Rómában, teljesen hát feloldódnak a kínai kultúrába, ugyanolyan ruhát vesznek, ugyanolyan szakált növesztenek. Sajnos ez a eredményesnek mutatkozó kezdet így ezáltal megszűnt. Újra kellett aztán később a 20. században kezdeni, még Japánba is. Az volt az érdekes, hogy 300 év múltán is voltak, akik az ott élő emberek közül a legalapvetőbb imádságot, 10 parancsolatot ismerték és megkeresztelték a gyermekeiket. Nem volt teljes értékű egyház, de egy ilyen csonka egyházuk volt, mert keresztséget átadták, mi atyánkot üdvözlégyet, 10 parancsolatot tudták, Jézus Krisztusról is tudtak, és hát ugye ezért lepődtek meg a 19.-20. századi misszionáriusok. Na, ugye ez úgy kezdett ellanyulni, ez a nagy misszionáló hajlam, ami érdekes módon, és hála Istennek, egy ilyen ellentétes irányt vett. Hát itt volt ugye jó példa rá Kalocsán, az a Mészáros Ferenc atya, aki kiment az 50-es évekbe, Verbita szerzetes volt, ott valahol valamelyik szigeten, a Flores szigeten eredményesen működött, és az ő nyomában 6-an jöttek vissza ide Magyarországra, ilyen Verbita szerzetesek. Ugye ennek megvan az alapja, a bibliai alapja, én erről egyszer szóltam, tehát ez nem egy ilyen kedvtellés, hogy én most megyek vagy nem megyek, mert Jézus Krisztusnak a parancsa. Menjetek, tegyetek tanítványom már minden népet. Másrészt azt is ugye tudjuk a Szentírásból, hogy a hit hallásból ered, és itt a keresztény hitre gondolunk, és szükséges az üdvösségre. És az egyház szükségessége, tehát azt mondjuk, hogy
az egyházon keresztül árad ki az a kegyelem, az az isteni segítség, ami még a pogányokat is üdvözíti. Hiszen Jézus Krisztus ember lett, fölvette a mi emberi természetünket, és az a látható egyház, amelyet ő alapított, ezt a szentséget viszi tovább, és adja kegyelmét a világnak. Tehát erre ő kifejezett parancsot adott, de ő maga is küldött volt. Tehát maga is mondja, hogy őt az Atya küldte. Az egész üdvrendnek az a nagy íve, hogy elindul az Atyától, küldi a Fiút, ő küldi a Szent Lelket, megalapítja az egyházat, küldi az apostolokat, nevükben is használt küldött szóval, hogy a világon hirdessék az evangéliumot, és térjenek vissza hozzá, tehát amikor azt mondja Szent Pál, Isten lesz minden mindenben. Tehát az üdvösségnek ez az íve annyit tesz, hogy kiindul Istenből, és visszatér Istenhez, mert Isten üdvözíteni akarja a világot. Ez benne van a Szentírásban, hogy azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. De ehhez szükség van olyan emberekre, akik tovább viszik a jó hírt és evangelizálnak. Maga Jézus is megtette ezt, és többféle szót használ rá. A Szentírások azt mondja, hogy tanított a zsinagógában, a didaszkó szót használ, ugye a didaktika szó. Végül is az a ószövetségi tanítást magyarázta, és ami számára fontos volt, azt megtartotta. Utána evangelizó hirdette az evangéliumot, és hát gyógyított betegséget, legyen az lelki és testi, hogy ilyen terapeuta volt Jézus. Ugyanakkor hirdette a bűnbánatot, az evangélium jó hírét, az üdvösséget, a bűnbocsánatot, és az élet minden helyzetére szóló tanítással az ember számára ezt az emberi életet is könnyebbé tette. Ugyanis a missziónak, a küldetésnek a végső igazi célja, hogy az ember eljusson az üdvösségre. De miután az evangélium kultúrát teremt, tehát itt nem arra gondolok, hogy templomok vannak, az is benne van, hanem egy erkölcsi kultúrát, amit addig nem ismert a világ, tehát ezt a földi életet is jobbá teszi az a tanítás, ami Jézustól származik. És hát ezért ennek a hirdetése olyas valami, ami már most érzékelhető. Tehát nem csak, hogy majd, ha meghalunk, meg föltámadunk, hanem ott, ahol az evangélium gyökeret ver, ott a társadalmi élet is mássá válik. Hiszen az evangélium hirdetése azt szeretné, hogy eléri a közösségeket, a társadalmat éppen az egyházon keresztül. És hát ez volna a feladata a mindenkori misszionáriusoknak. Abban a világban, amelyikben mi itt élünk Európában, úgy gondoltuk nagyon sokáig, hogy megtörtént a népek megtérítése, általában ugye a ezred forduló tájékán már Közép-Európa is, meg Nyugat-Európa már még előbb átért a keresztény hitre. Most már csak az ad gentes, a pogányokhoz szóló misszió maradt meg. Mi keresztények vagyunk, tesszük a dolgunkat, de a pogányok felé kinyitó misszióra arra továbbra is szükség van. Azért rá kellett döbbenni, hogy minden nemzedékkel újra kell kezdeni,
és missziós területté válnak a régi keresztény országok és területek is. Na most az a körlevél, azaz buzdítás, amit 15. Benedek adott ki, az még több ilyen pápai megnyilatkozást vont maga után, mindegyik pápa szinte megszólalt ebben a kérdéskörbe, de igen jelentős volt Szent II. János Pál pápának a Redemptoris misszió, a megváltó missziója küldése, apostoli buzdítása, minden időkre szóló enciklika, de jelenlegi pápánk is az Evangelii Gaudium, az evangélium öröme első ilyen apostoli buzdítása is végül is ehhez kapcsolódik. Most a II. János Pálé az már fölhívja a figyelmet arra, hogy a belső misszió, ami a régi keresztény területeken szükségessé válik, az a megkereszteltségünknek az, hogy Krisztus papi, profétai, pásztori tisztségéből részt kapunk, lesz a feladata. Tehát végül is minden megkeresztelt embernek volna feladata, mert Krisztus papi, pásztori, profétai tisztségéből részt kapunk. De itt is, ezen a téren azt látjuk, hogy hát valahogy az itt a közfelfogás, hogy hát meg kell keresztelni a gyereket, hogy ne legyen pogány, legyen neki egy védőszentje, aztán még ki tudja, mi kapcsolódik hozzá. De ez a gondolat, hogy Jézus Krisztushoz tartozunk már nevünkkel is, hogy keresztények vagyunk, Isten atyasága lesz számunkra a nagy megtisztelő ajándék, aztán ugye az egyház tagjai lehetünk, és ez küldetéssel jár, ez valahol teljesen elsikkadt itt a mi terünkön. Nem gondolnak rá a keresztség alkalmával, hogy hát igen, ez egy ilyesfajta kötelezettséggel is járna, hiszen erre vannak emberek, akik ezt végzik, nekünk elég az, hogyha valamilyen szinten, ha kell minimumra sófolva, hát keresztények vagyunk, ugye? Hát sokak számára az már csúcs teljesítmény, hogy megbérmálták, vasárnap elmegy a templomba, még megfizeti az egyházadót. Ha valaki ezt megteszi itt a mi világunkba, az már 100%-os keresztény, ugye? Mert meg van bérmálva, a házassága rendezett, egyházadót fizet, vasárnap elmegy a misére. De hát láthatjuk azt, hogy itt kiüresedett itt körülöttünk minden. És hát látjuk, hogy ugyanúgy elért bennünket az elvilágiosodás, a szekularizáció, elért bennünket a materializálódás, az anyagiasság, és a gondolkodása is nagyon sok kereszténynek ugyanolyan, mint a többi emberi, azzal különbség, hogy elmegy a templomba. De hogy egy olyan őszinte ilyen vizsgálás történne, hogy egyáltalán hiszi-e a legfontosabb, hiszek egyben összesűrített hitigazságokat, úgy gondolom, hogy az már kívánni magot hagyna maga után, mert Isten léte az még meglehetősen benne él az emberekben. Jézus Krisztushoz is valami kötődése van, de már Szent Háromsággal nem tud mit kezdeni. A szentség szertartások számára, és hát a föltámadás az egy olyan féle hitétel számára, hogy túl szép neki ahhoz, hogy igaz legyen. Ugye, az már nagyon olyan, mondjuk, de hát ebben mi azért nem biztos, hogy hiszünk. És hát itt van ez a helyzet, amikor föl kellene rázni
azáltal is, hogy komolyan vennénk magát a keresztséget, a szentségeket, és azt a küldetés tudatot, amire Jézus minket föl lelkesít, illetve küld. Mert a határainkon túli misszióra legtöbb ember nem tud és nem is mehet el. De legalább ott a környezetében tennie kellene valamit. Most a jelenlegi pápánk, Ferenc pápa, az mindúttalan azt hangsúlyozza, hogy ki kell lépnünk, kilépő egyháznak kell lennünk. Kilépni önmagunkból olyan értelemben, hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy hát mi úgy magunk módján hiszünk, és ki kell lépni az egyházközségnek, az egyháznak, mert missziós területté vált az országunk. És ez így igaz. És hát lehet, hogy vannak hagyományok még, a kultúra őriz valamit, és ez nem szabad elvetni, félreértés ne essék, nem vagyunk ellene, de ez a kultúra kevés, és az oktatás is kevés. Hát bevezették a, vagy az etika, vagy a hittan oktatás lehetőségét azokban az iskolákban, ahol hát nem egyházi fenntartású iskolák vannak. Hát látjuk azt, hogy az is milyen nyögvenyelős, mert nehéz kapni jó hitoktatót, sokan átmennek az etikára, mondván, hogy ott nem macerálják őket azzal, hogy jöjjön el a misére, meg viselkedjen egy kicsit másként, és az oktatás az szükséges, de kevés. De még valamiképpen a nevelés is kevés. Kell, mert ugye gondoljunk arra, hogy ott voltak azok az egyházi gimnáziumok, amelyeket megtűrt és meghagyott a kommunizmus. Általában, tehát itt ugye nem azt mondom, hogy mindenki, de azért általában kaptak egy jobb nevelést, egy képzettséget, és azért az meglátszott azokon, akik oda jártak, hogy hát ők azért ilyen-olyan szerzetes iskolába jártak. Tehát ez is megvolt úgy általában, de hát voltak ellenpéldák is, viszont kevéssé voltak beállítva arra, hogy nekik ezt a hitet tovább kellene adni, akár a családjukba, vagy erről szót kellene ejteni ott, ahol megkérdezik őket, hanem úgy megvoltak azzal, hogy milyen gentlemanek vagyunk, és jól viselkedünk. Tehát még a nevelés is kevés, hanem kellene egy olyan szentlelkes indulás, ami az embereket késztetné arra, hogy ebből az eltompultságból, megfáradásból fölrázza őket, és élőbb egyházközségek legyenek. Na most ezen, elnézést, sokan és sokféleképpen gondolkodtak, hogy hát mit lehetne tenni. És miután Európában és Észak-Amerikában nagyjából ugyanaz a helyzet, mint itt, ezért a plébániáknak a megújításával próbálják azt a missziós és küldött lelkületet megvalósítani. Mert a plébániák azok a történelem folyamán alakultak ki, hát Jézus idejében nem voltak, apostoloknak nem voltak, csak egyházközségeik, de hogy a 4.-5. századtól a plébániák, mint területileg illetékes egyházi közösségek megvalósultak. Mi látjuk azt, hogy erre szükség van. Tehát továbbra is fönn kell tartani, nem pusztán az adminisztráció miatt, hogy valakit megkereszteltek, akkor el tudja mondani azt, hogy homokmégyi plébánián keresztelték, és ott van anyakönyvezve, hanem az egy ilyen egység, ami mégis közösséget teremt. Ugyanis a
Az egyház az közösséghez kapcsolódik. Jézus közösséget alapított, és egy plébánia alkalmas arra, hogy közösséggé váljon, még ha szervezeti rendje is van. Nemrégiben jelent meg két könyv, magyar fordítása is megvan, egy katolikus plébánia története, az a címe, újjáépítve, ezt a Szent István társulat adta ki legjobb tudomásom szerint, ugye meg is nézem, én már ugyan olvastam, de a kiadót nem tudom, tehát ez most jelent meg nem olyan régen, egy-két évvel ezelőtt, ami arról szól, igen, a Szent István társulat adta ki, hogy egy pap megy egy abszolút hagyományos plébániára, mint bármelyik itten Európában is, és látja, hogy hát pang az élet, megbeszélik azt, hogy legyen újjáépítve a sekrestye, jön a ünnep, díszíteni kell, jön a úrnapja, kiszervezi, meg hát ami itt is van. De ezen túl semmi. Közben fogy a nép, öregszenek, fiatalok elmennek, és valahogy olyan sivárrá vált az élet. És hát arra építi és áldozza az életét, hogy megpróbálja a közösséget megteremteni, hát persze nem emberi erőfeszítéssel csupán, hanem épp az Isten kegyelmét kéri, és akkor hát itt ilyen címek vannak, hogy vannak problémák, az egyház nehéz terep, szívük mélyén farizeusok, aztán megvan a szép templom, de nem tesznek érte semmit az emberek, nem tudnak igazán ünnepelni, keresik azt a misét, ahol 20 perc alatt, vagy 30 perc alatt, még vasárnap is letudják ezt a kötelezettséget. Ugye Pesten is van olyan, hogy még este 10-kor is talán, meg nem tudom mi, aki még sétáró hazafelé ment, az nem volt jön, akkor essen be oda. Ugye volt olyan király, hogy úgy tartotta meg a vasárnapi misekötelezettséget, amíg ő ütözött, egy papot addig elmondta a misét. Ugye, és részt vett, és hallgatta a misét. Hát ez egy ilyen karikírozás. De és akkor itt elkezdjük, hogy csoportokat hívott össze, problémákat megbeszéltek, őszintén kritikákra is odafigyeltek, de azt mondták, hogy az értetlenkedők egy idő után csak nehézségé várnak, úgyhogy meghallgatták őket, de túlléptek rajtuk. Tehát azt mondták, hogy ha nem építőleg áll valaki hozzá, akkor nem tudnak vele mit csinálni. És hát azt vette észre, hogy nagyon szépen alakult az egyház községnek az élete, szerveződött, voltak, akik lemorzsolódtak, de ugyanakkor voltak, akik aktivizálódtak, másokat is hívtak, és nem mindent a pap csinált természetesen. Ő volt az organizálója, de a végén egy olyan egyházközség alakult ki, amelyik élő, virulens és van jövője. Ugyancsak ilyen hasonló kötet ez a egyház felújítás, a megújulás kézikönyve, ez majdnem csak ilyesmi, csak más szempontokat is figyelembe vesz, és akkor azt mondja, hogy hát eljutottak oda, hogy a vasárnap az első volt mindenki számára, hogy azt ünnepet tartották meg, nyitottak voltak azok iránt, akik bejöttek, tehát nem egy ilyen rideg közösség, megpróbálták a zenét, a liturgiát a legigényesebben végezni, ugye? Nagyszerű homiliák, mondja így, hogy tehát jó prédikációk,
aztán kialakult a szolgálatkészség, kis közösségek, szentélek megtapasztalása, hívogatás, másokat is hívtak, és hát rájöttek arra, hogy például a fiataloknak a legjobb hittérítői vagy evangelizálói maguk a fiatalok. Tehát azt akarták, hogy ezek a fiatalok szólítsanak meg más fiatalokat, mert lehet, hogy szépet és okosat mondunk mi idősebbek, de valahogy a nagy távolság is már sokakat eltávolít, viszont ha egy saját korcsoportjából való szólítja meg őt, akkor sokkal nagyobb esélye van arra, annak a fiatalnak, hogy kedvet kap ahhoz, hogy ő is oda menjen és átalakuljon. És hát van egy ilyen gondolat az egész pasztorációs gyakorlatban, hogy a tanítványságtól az apostolságig. A tanítványság is már nagyon nagy dolog. Valaki Jézus tanítványának tartja magát. Főként, hogyha a régi értelembe vett tanítványságra gondolunk, hogy az a tanítvány együtt élt a mesterrel, hogy van egy ilyen igazi bensőség és hite az illetőnek, és érzi azt, hogy ő az egyházban fontos élő tag. És ebből lesz aztán az apostolság a küldetés tudat, ami mások felé is irányítja őt, és hát nem húzódik félre, nem mondja azt, hogy jaj, nem akarom a másiknak a komfortzónáját megsérteni, meg hát nem szabad ez előállni, hanem ha szükséges, akkor ő erről szól is, és hát még inkább az életformájával válik missziósá, így mondja Ferenc pápa, hogy vonzással. Ugye a prozelitizmuson mi azt értjük, hogy erőnek erejével, vagy adminisztratív módszerekkel, vagy pedig az iszlám kényszerítéssel, vagy pedig sokszor halljuk azt, hogy vannak szekták, akik fizetnek ilyen-olyan alkalmakra, csak hogy térjen be hozzájuk valaki, hanem az önkéntességén alapuló belépéssel, tehát vonzással legyenek misszionáriusok mindannyian, méghozzá apostoli lelkülettel. És ehhez nem föltétlen kell akadémiai teológiai tudást szerezni, hanem tisztába kell lenni a hitünk igazságaival, illetve arra kell figyelni, hogy kortársainknak, akik velünk vannak, milyen kérdéseik vannak, milyen problémáik, illetve merünk-e erről szólni. De hát odáig jutottunk mi már, hogy a családban sincs erről nagyon szó. Tehát én magam is találkoztam olyannal, hogy valaki jött hozzám, egy férfi, mondja, hogy neki különböző hit problémái vannak, és akkor hát mondtam, hát próbáljuk megbeszélni, segítek, és majd a tisztánlátáshoz segíteni akarom. És akkor miközben, mert ez az illető házában volt ez a beszélgetés, kinéz az ablakon, látja, hogy jön haza a felesége munkából. Jaj, most hagyjuk. Én ilyenről vele sose szoktam beszélni. Érdekes, ugye? Tehát hívő ember, vagy kérdései vannak, de jön a feleség, akkor azt mondja, most ezt hagyjuk. Erről nem beszélünk. Ugye? Hát ide jutunk sok esetben. De így vannak a nagyszülők, szülők a gyerekeikkel is. Jaj, ne sértsük meg őket, mert akkor még első jönnek hozzánk. Tehát családunkban, vagy ahol vagyunk, ott hívő módon kell élni,
és ha szükséges, akkor tanúságot is kell tenni. Itt voltak ugye a választások, amelyek bizonyítják azt, hogy bizony egy világi politikai ügybe mennyi erőt bevetnek az emberek. Plakátokat, médiát, mindent, erkölcstelen eszközöket is. De mindent bevetnek. Járják a várost, filmeznek, mondanak mindent, ígérnek. Világi boldogulásunkért, vagy saját boldogulásukért ennyi mindent meg tudnak tenni az emberek. Hát ha csak egy tizedét fejtenék ki azért, hogy hát hirdessék az Isten országát, az evangéliumot, hát már is jobb lenne a helyzetünk. Tehát nekünk ez volna a feladatunk, hogy itt, azon a helyen, ahol régen erőteljesebb volt a kereszténység, újra felrázzuk az embereket. És ez néha nehezebb, mint az új kezdet. Mint hogy a restaurálás is nehezebb, mint az eredeti festés. Székesegyház főoltárát 4 vagy 5 restaurátor legalább fél évig restaurálta. Ne állítom, hogy a Kuppenwieser fele idő alatt megfestette. De már rendbe hozni, az sokkal több időt vesz igénybe. Hát itt is az van, hogy restaurálni kell sok mindent, felújítani, és ehhez nagyobb türelem, nagyobb áldozatvállalás és erőfeszítés szükséges, de a misszió az mindannyiunk számára feladat, hiszen maga Jézus mondja, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Ferenc pápának az Evangélium Öröme című enciklikája végén egy Szűz Máriát megszólító imádság olvasható, amelyet itt zárásként elolvasnék, elimádkoznék, hiszen október Szűz Mária hónapja is. Szűz és Anya Mária, te, aki a lélektől indítatva befogadtad az élet igéjét, alázatos hited mélységébe, amelyet maradéktalanul oda ajándékoztál az örökkévalónak, segíts, hogy kimondjuk a mi igenünket, most, amikor minden eddiginél jobban meg kell szólaltatnunk Jézus örömhírét. Te, aki beteltél Krisztus jelenlétével, örömet vittél keresztelő Jánosnak, aki felújongott anyja méhében, te újongó lélekkel énekeltél az Úr csodálatos tetteiről. Te, aki szilárd maradtál a kereszt alatt, rendíthetetlen hiteddel, és megkaptad a föltámadás örömteli vigasztalását, összegyűjtötted a tanítványokat a lélek várásában, hogy megszülethessen az evangelizáló egyház. Nyerd el számunkra a föltámadottak új lelkesedését, hogy elvigyük mindenkinek a halált legyőző élet evangéliumát, adj nekünk szent bátorságot új utak kereséséhez, hogy mindenkihez eljuthasson, és soha el nem múló szépség ajándékaként. Te a figyelmes hallgatás és szemlélődés szüze, a szeretett anyja, az örök menyegző menyasszonya jár közben az egyházért, amelynek te a legtisztább ikonja vagy, hogy soha be ne zárkodzon és meg ne álljon az ország felépítésére irányuló szenvedélyében. Új evangelizáció csillaga, segíts nekünk, hogy fölragyogjunk a szolgálat a lángoló, a nagylelkű hitben, az igazságosság a szegények iránti szeretett tanúságtételében, hogy az evangélium öröme eljusson a föld végső határáig, és annak egyetlen peremvidékesen nélkülözze világosságát. Az élő evangélium anyja, a kicsinyek örömének forrása, könyörög érettünk. Amen. Alleluja. Dicsértessék a Jézus Krisztus.